Ez a Szabad Száj, a Szeged Televízió véleményműsora. Hárman, három témáról, 30 percben, lehet, hogy háromféleképpen. Bemutatom ma esti vendégeinket. Üdvözlöm Kenyeres Lajos volt önkormányzati képviselőt, aki immár nyugdíjas. Itt van velünk Kővári Árpád, Tiszavolán SC elnöke. Valamint Kosztolányi József tanár, matematikus, aki miként állampolgárként definiálta magát egyik előző műsorunkban. És akkor most jöjjön, lássuk ma esti első témánkat. Családvédelmi akciótervvel igyekszik visszavenni a politikai kezdeményezést a kormány, az év elején 7 pontos akciótervet jelentett be. 10 milliós kamatmentes hitelt vehetnének föl az ifjú feleségek, a törlesztést azonban a gyermekek születése után fölfüggesztik, majd egy részét, 3 gyerek után pedig teljes összegét elengedik. Ha elválik a pár, a fönnmaradó részt felesben kamatostól kell megfizetniük. Kibővítik a hangulatos nevű csokot, és eltörlik felső határát. Ahogy születnek sorban a gyerekek, úgy csökkenhet a jelzálog hitel. Annak a nőnek, aki minimum 4 gyereket szül, nem kell többé személyi jövedelemadót fizetnie. Nagy autóvásárlási támogatást kapnak a nagycsaládosok, bővítik a bölcsődei ellátást, és a legizgalmasabb, a nagypapák és a nagymamák is elmehetnek gyedre. A családi pótlék viszont 2008 óta nem emelkedett. A lépések kimondott célja a gyermekvállalás ösztönzése. A kormány 2010 óta számos hasonló intézkedést hozott, de alig született több gyerek. Ráadásul azok sem ott, ahol a kormány szeretné, a tehetős középosztálynál, hanem a szegény falusiak körében. Meg lehet-e javítani gazdasági ösztönzőkkel a rossz népesedési mutatókat, vagy ez sokkal bonyolultabb kérdés? Vendégeimmel hasonló korosztályt képviselünk. Ti gondoltatok rá, hogy mondjuk nagypapaként elmennétek gyedre? Én akivel beszéltem, az egyik se. Tehát az én korosztályomból azok a hölgyek, akik egyébként esélyesek erre, mert a férfiak addigra már ugye egészségileg meglehetősen leharcolt állapotban vannak, ők mondták, hogy még egyszer nem akarnak problémázni. Nagyon szívesen vasárnap ugye az unoka eljön, finom húsleves, pörkölt és a többi, nagyon kedvesen elmennek vele Vadasparkba és más helyre, de az, hogy bajlódjanak pici gyerekekkel, egész egyszerűen az egészségük nem engedi meg. Egy pici gyerek van otthon, az a férjük, amíg él egyáltalán. Tehát őt kell tutújgatniuk. Nincs plusz idejük arra. Hát nem tudom. Nyugdíjasként lehet, hogy elmennék. Azt gondolom, hogy talán nem ezen múlik a dolog, hogy éppen ki van gyeden. Az kétségtelen, hogy a nők viszik dandárját az apró gyermeknevelésnek és a későbbi gyermeknevelésnek is, tehát ők vannak zömében gyesen, gyeden egészen 3 éves korig. Az a baj ezzel a, tehát hogy egy kicsit erre térjek, hogy nem a gyeden múlik, meg nem is erről még beszélünk, hogy mi múlik. Árpád, te belegondoltál ebbe a lehetőségbe? Tulajdonképpen egy olyan alternatíva arra, hogy segítsék azokat, akik gyermeket vállaltak, és valami miatt akadályoztatva lettek közbe. Nem hiszem, hogy az indulás ez, hanem közbe lettek akadályozva, és ebben az esetben, ha nem, én nem látom tisztán, mert nem mentem bele ebbe az egész témának a megismerésébe, hogy ez most egy 8 órás, effektív 8 órás gyed, vagy pedig csak egy ilyen heti 2-3 alkalom, 4 alkalommal besegítő gyed. Hát mi is a törvénytervezet, még a konkrétumokat így van, tisztel. Tehát ezt nem tudom, de az biztos neked abban igazad van, hogy egy idős ember, egy mindennapos gyereket való foglalkozás az egy kicsit azt húzós, de én azt gondolom, hogy ezt ki lehet úgy finomítani, hogy ez működőképes legyen. Mitől születne tényleg több gyerek? Attól biztos, hogy nem, hogy pénzt ígérnek be, és ezt nem azt mondom, ez nem egy hipotézis, hanem tapasztalat. Tehát 2015. július 1-jével vezették be a csokot, azt remélték tőle, hogy több gyerek fog születni, megnézzük a statisztikát, nem születik több gyerek. Sőt, az a tragédia, hogy sokkal több ember hal meg, mint amennyi születik. Tegnapi adat, tehát március 28-a, tegnap csütörtök, 267 gyerek született, és 360 honfitársunk halálozott el. Ez 93 a különbség. És minden nap ennyivel vagyunk kevesebben. Január 1-je óta körülbelül 8000 fölött van már a különbség. És a negatív, de ez már évek óta így van. 2010 óta valamit növekedett a szaporodási ráta, olyan 1,5 körül van. Valamit javult minimálisan, de 2,1 lenne a kívánatos. Hát igen, de most 1,44.
Tavaly 2015. januárban volt 1,5, és most januárban 1,44. Tehát megint egy csökkenő tendenciát mutat a nagy válság után. 2010-ben volt olyan 1,20-valamennyi, és 2,1 kellene. Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, az hogy biztos, hogy sehova se fogunk jutni, csak fogyunk. Na most volt egy politika, egy korszak, amikor ez sikerült meg, a Ratkó korszak volt, ugye, amikor a Ratkó miniszter asszony, betiltották a fogamzásgátlást, meg az abortuszt, és hát mindenkit szinte köteleztek arra. Kicsit hogy... határozottabbak voltak az intézkedések, mint ami most, tehát azt azért ne sírjuk vissza azt az időszakot. Azt gondolom. Itt, amit az előbb mondtad, hogy ne mondjam tovább, most már tovább mondanám. Tehát most arról van szó, hogy a gazdasági ösztönzők, én azt gondolom, hogy ehhez nem elegendőek. Életpálya modellt kell adni a nőknek, tehát, hogy olyan jellegű szociális törvénykezésnek is meg kell jelenni, ami nem csak 10 milliókat, meg ingyen kocsit, meg ilyesmit jelent. Hanem, hogy jelentes. Így van, tehát, hogy minden segítséget megadni ahhoz, hogy a gyermeknevelés működni tudjon. És hát a másik, ami probléma, hogy azért jelen pillanatban a jövedelmi viszonyok Magyarországon a társadalom egészen jelentős részében ettől nem fognak lényegesen változni, és gyermekvállaláshoz optimálisabbá válni. Na most a konzervatív oldalnak azért van egy olyan családképe, hogy az anya az inkább nevelje a gyermekeket, és legyen otthon, és a férj próbálja eltartani őket. Női principium. Nem hiszem, hogy e körül forogna ez a dolog. Amit én gondolok, hogy itt a csok esetében ez egy lényegében lakásteremtő folyamat, és hát én azt gondolom, hogy amikor a lakást el tudja foglalni a fiatal házaspár, utána kezd gondolkozni azon, hogy akkor családalapítás legyen, tehát hagyjunk már egy kis kifutást ennek az egésznek, és nem mindjárt azt mondjuk, hogy ennek nincs ilyen értelme, mert valami kis javulás van a népesség növekedésbe, de nyilván nem optimális és nem elegendő még. De azt gondolom, hogy ezek a család ösztönző intézkedések előbb-utóbb jónak kell, hogy legyenek, hisz nincs más megoldás. Hát ebben küzd az ország 1980-as évek óta, hogy csökken a lakosság, csökken, és mindig volt valami próbálkozás, de ilyen átfogót én még nem hallottam. Tehát várjuk már ki, hogy ennek egy pár év, nem tudom mi a szakma szerinti kifutási idő, amikor már mindenképp jelentkeznie kell eredménynek, de biztos vagyok benne, hogy azt ki kellene várni. Három módon lehet egyébként a népességet vagy fönntartani a jelenlegi szinten, vagy növelni. Az egyik a halálozásnak a csökkentése, a másik a születések növekedése, ezt próbálja a kormány, és a harmadik egyébként ugye a szitok szó, ez a bevándorlás. Erre a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy nulla bevándorló az optimális Magyarországon. Hát azért ez nem De vannak okos országok, igen, ahol nem, és a gazdasági növekedésnek a hajtóereje akár az Egyesült Királyságban, Németországban, vagy az Egyesült Államokban is a hatalmas számú bevándorló. Igen. Nem biztos, hogy Szíriából, Afganisztánból és Burmából, hanem Fehér Oroszország, Magyarország és Románia, más országokból például, de ők a hajtóerő. Igen, most mondjuk nálunk is elég sok határon túli magyar jött ide, vagy Ukrajnából, szomszédos országokból, akik a munkaerőhiányt ezt próbálják pótolni. Azt mondta egyik kollégám, hogy a gyerekvállaláshoz két dolog kell, egyrészt, hogy a perspektíva, és a másik, ami ellene hat, hogy ez egy ilyen individualista kor, valósítsd meg önmagad, csinálj karriert, és a gyerekvállalás az valamennyire önfeladás is, vagy a saját ambícióknak a korlátozása, nem? Akinek van gyereke, az biztos nem így gondolkodik, akinek három van, az pláne nem így gondolkodik. Akinek nincs, az még így ezt az úgynevezett individuális dolgot próbálgatja, vagy párkapcsolati sikertelenség, vagy egyéb kapcsán, valóban elég nagy szószólója van néhány helyen ennek az individuális életnek, de hát azt gondolom, hogy igazán az az érték, amikor valahol gyerek van, felneveled, látod a saját nevelésednek az eredményét, örömét, szóval ezt nem lehet semmi verső helyettesíteni. Meg hát a gyerek a jövő, a gyerek a... Hát erről van szó. Igen, mondja. Azt gondolom, hogy valóban egy kicsit individuális korban élünk, de én visszakanyarodnék oda, hogy amit én látok például, tehát, hogy fiatal értelmiségiek olyan kezdőfizetéssel indulnak neki az életnek 24-25 évesen, ami
ami akkor nem teszi lehetővé, hogy gyereket vállaljanak. Ha nincsen erős szülői háttér mögöttük, akkor nem fognak tudni lakást szerezni csak 5 éven belül. Nem akarnak eladósodni, óvatos duhajók, van sok kellemetlen példa, devizahiteles időszak. Tehát, most nagyon alacsonyok a kamatok. És ezt a 10 millió és néhány ilyen dolog nem fogja megoldani. És az a baj, én azt gondolom, hogy talán az is lehet baj, hogy mire odaér, hogy induljunk neki, az 30 fölött van, amikor egy pici egzisztencia már van a család mindkét tagjában, vagy férjben és feleség számára is, valami működik, most már anyagilag is rendben vagyunk, és lehet, hogy addig meg fölbomlik a házasság, tehát, hogy ez egy nagy, azt gondolom, hogy szociológiai, szociálpolitikai, meg mindenféle más szempontból. Igen, ez egy bizonytalan ebbe a 10 milliós támogatásból, ezt a kölcsönt a nők veszik föl, és az van a tervben, hogyha elválnának, vagy nem szeretnének meg a gyerekek, akkor mind a kettőnek kéne visszaadni közösen, de hát az Isten tudja, hogy lesz. Még egy gondolat, tehát egész Európa öregszik, ez nem speciális magyar probléma. Csak hogy ugye mi nálunk, nekem ez a véleményem, és nagyon sokan osztják ezt, hogy mind az egészségügyből, mind a szociális ellátásból, mind az oktatásból óriási pénzeket vontak ki. Nagyon rossz a magyar népességnek az egészségi állapota. 60%-a elhízott, 1 millió cukorbetegről, rengeteg látens cukorbetegről, az érv és szívrendszeri problémák szedik az áldozataikat, hatalmas alkoholizmus, miről beszéljünk még? Ugyanúgy, tehát például a nyugat-európai országokban a jó egészségügyi ellátás, a jó társadalmi biztonság, ugye bombasztikus téma volt az utóbbi időben, hogy még a mellettünk levő szomszédos országokkal is az amputációk száma az összehasonlítva sokkal kisebb, akár Szlovákiában, akár Lengyelországban, vagy Magyarországon, mert nincs elég érsebész. Na most az, hogy érsebész, az 10 év alatt képződik ki, ahhoz rengeteg pénzre van szükség, ahhoz koncepcióra van szükség, és úgy látom, hogy ez igazából nincs meg. És az is hosszú távon fejti ki a hatását. Ez így van. Jó, akkor nézzük most, jöjjön mai második témánk. Javában folyik az európai parlamenti kampány. Javában, de errefelé egyelőre csöndben. Az önkormányzati választás fél évvel később lesz csak, ám arra már most zajosabb a készülődés. A hivatalban lévő városvezetés az eredményekről beszél, a jobboldal főszlogenje, hogy Szeged lehetőségei alatt teljesít. Bárhogy melyek is azok a lehetőségek, és hogyan lehetne teljesíteni őket, arról eddig keveset mondtak. Szabó Bálint jogász az utóbbi hetekben nem hallott magáról. Igaz, Botka László személyiségi jogainak megsértéséért, a szombathelyi ügyvédpolitikus Ceglédi Csaba pedig rágalmazásért perli. Mindkét perben április elején lesz ítélet. A Fidesz egyelőre a színfalak mögött készül. Először az derült ki, hogy Kubatov Gábor jár le szépen csöndben tanácsokat adni, aztán arról ír a Magyar Narancs, hogy Habony Árpád munkatársa Kubza Miklós is a Szegedi Egyetemen dolgozik. A beiskolázást segíti, de másik feladata, hogy megszervezze Botka László leváltását. Közben néha leugrik Szegedre Varga Mihály pénzügyminiszter, vagy Hollik István, a Fidesz szóvivője, de ezekről a közvélemény csak utólag a jobboldali sajtóból értesül. A Fidesz még nem nevezte meg legújabb polgármester jelöltjét. Pály József alelnök szerint az ellenfelek nyomban elkezdenék lejáratni. Egy kihívó már van, a Tisza koalíció színeiben Barta László, aki Botka előtt 4 évig vezette már a várost épp a Fidesz színeiben. Őt nem kezdte el lejáratni senki. Vagy elegáns kampányra számíthatunk, vagy nem veszik őt komolyan. Átérzik az emberek az uniós választás tétjét? Nem tudom, ebben nem vagyok biztos, hogy átérzik. Szerintem egy csomó nem is tudnak róla, hogy milyen választás. Azt érzik, hogy választás jön. Sokan tudnak, kevesen tudnak, de biztos tudnak róla, hogy most számszerűen ez mennyi, nem tudom. Elég nagy, hogy mondjam, megjelenése van ennek a témának ugye az országos médiákban, újságokban. Hát valószínű, hogy érdekes lesz, de hát csak utólag tudjuk meg, mi lesz a részvétel. Tegnap megkaptam az értesítőt.
Terét szoksz venni? Igen. Természetesen. Igen. Ez azt mondom, hogy rész kell. Mindenkinek, én azt gondolom. Igen, de itt azért mindig alacsonyabb szokott lenni a részvétel, mint az önkormányzati vagy a parlamenti választásokon, és nem, tehát ugye a pártszimpátiák nem érvényesülnek direkt, hanem mert fontos, hogy mennyire elkötelezett egy pártnak a szavazótábora, mennyire tudnak mozgósítani, azon is sok múlik. Egy legutóbbi kutatás szerint a nagy pártok erősödtek, a Fidesz, a Jobbik és az MSZP, az LMP az nagyon legyöngült, és a Momentum pedig bekerülhet. Hát. Jó, de ez a most az Európa parlamenti választásokon, nem tudom, szóval ez ott nem játszik szerepet. Tehát az mennyi a magyarországi 20 fő, vagy 21? 21, azt hiszem. 21, hát ez... De nyilván most a választás elsőben arról fog szólni, hogy ez a bevándorlás ellenes tábor erősödik meg a parlamentben, Európa vagy a másik oldal. Erről szól minden az utóbbi időben. És nem mi leszünk a mérlegnyelve. Abban nem vagyok biztos, lehetünk akár a mérlegnyelve is, de ugye a Fidesz akarja így beállítani, de az uniós pártok azt mondják, hogy más témák fontosabbak, mármint a más országok pártjai. Ha a bevándorlásról fog szólni, az a Fidesznek előnyt jelent, ha itt Magyarországon arról fog szólni a kampány. Magyarországon a politikáról van szó, két embert ismernek. Országosan a miniszterelnököt, helyben meg a polgármestert. Tehát mondjuk ugye nevesítsük Orbán Viktor és Botka Lászlót. Hogy ők ebben a kampányban milyen szerepet tudnak játszani, az egy meghatározó, és erre föl lehet építeni majd egyébként az önkormányzati választásokat is. De úgy általában, tehát amikor arról beszélünk, hogy európai értékek, amikor ugye megy a szöveg a így a néppárt, úgy a néppárt, hogy az Orbán most lefeküdte a németek feküdtek le Orbánnak, ez igazából a jó népet már nem érdekli ezen a szinten, és látjuk, hogy még az olyan bejáratott demokráciákban is, amiben ugye mennyire bíztunk, a britekbe, az angolokba, ott ugye 3 éve már egy kabaré zajlik igazából. A legutolsó hír az, hogy megint leszavazták Maynek az indítványát. Mindig azt hiszük, hogy teljes a káosz, de még mindig nincsen vége. De igazából ez is már teljesen követhetetlen, és meg kell mondanom, a politikával foglalkozó emberek is már rettenetesen unják ezt. Anglia messze van azért, de mondjuk Magyarország meg Szeged közele van. Orbán biztos, hogy beleáll a kampányban, már most is kampányol. Kérdés, hogy Botka László mennyire fog ebbe beleállni, mennyire érzi saját ügyét? Már beleállt. Most volt az árvízi emlékünnepség. Uh-huh. Március 15-e volt. Minden beszédében mondta, hogy elkötelezettek vagyunk Szegeden, hogyha a nevetekbe is tudok beszélni, az európai értékek iránt, mint hogy általában magyar választók is, ha megkérdezik, inkább Európához, mint Ázsiához szeretnének tartozni. Az egy más kérdés, hogy most a bevándorláson mi a véleményük. Tehát ő minden beszédében azt mondja, hogy Európához tartozunk, itt voltak a Szegedet az árvíz után segítő nagykövetek, ő előttük is ugyanezt elmondta, és ők is ugyanezt elmondták. Mondjuk a brit nagykövet helyettes asszony, ez egy érdekes volt, hogy egy új B-betűt fogunk a Brexit után megtanulni, a bilaterálisat. Tehát végül is ő is kampányolt itt valamennyire a jelenlegi kormány képviselőjeként. A Fidesz fog kampányolni itt Szegeden? Nem tudom, én nem vagyok ebbe a képbe úgy benne, hogy én most ebbe a kérdésbe, mint magánember tudok erre mondani, valószínűleg fognak kampányolni, azt a szintet próbálják, és azt az értéket, amit az országos szinten publikálnak. Én abban értek egyet, hogy annyi sokféleség jelenik meg ebbe az európai dologban, annyi sok vélemény, annyi sok dolog, hogy ezt követni nem lehet. Egy biztos, hogy a mantrázás, a bevándorlás vagy nem bevándorlás, ez a kettőt kristály tisztán látszik, a többit szerintem nagyon kevesen tudják követni. Én is ezt gondolom. Na most fél évvel utána önkormányzati választások lesznek le. Milyen hatása, lesz-e hatása az európai választási eredménynek az önkormányzatira? Szerintem nem. Azért nem, mert ugye május 26-án vannak az uniós választások, és kezdődik a nyári uniusba a vakáció. Uh-huh. A népek egyébként sem izgatják fel nagyon magukat a politikával, de nyáron aztán meg végképp nem. Ezt nagyon jól láttuk egyébként az előző polgármester választásnál, ahol ugye menet közben váltott lovat és lovasta a Fidesz.
lesz, hogy nyáron egyáltalán nem tudtak kampányolni, nem tudták fölépíteni az új embernek a kampányát, karikára is buktak. Na de mondok két variációt. Ha mondjuk a Fidesz 50%-nál nagyobb eredményt ér el, 13 képviselő hatalmas győzelmet arat, az neki azért egy előny. Előny biztos, ha persze. Ha a Fidesz rosszul szerepel, és mondjuk 40%-ot se ér el, és mondjuk csak 10 képviselője lesz, az neki egy komoly hátrány. Ha mondjuk a Momentum bekerül, vagy nem kerül be, az nagyon nagy különbség az önkormányzati választásokon is. A nem határozott szavazók körében minden választásra azért mondtam, hogy én egy picit vitatkoznék, lesz hatása, nem biztos, hogy jelentős. Általában szokott az számítani, hogy tehát van egy olyan szavazói réteg, amelyik szeret a győztes mellé állni. Uh-huh. Győzteshez húzás. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból befolyásolni fogja az önkormányzat. Nem lényegesen, talán nem szignifikánsan. Itt inkább az önkormányzati választásokkal kapcsolatban az a rettenetesen nagy kérdés, hogy egy karaktergyilkosságokkal megtűzdelt, kifejezetten negatív és mondjuk gusztustalan kampány lesz, vagy abban megjelennek azok a fajta pozitív elemek, amik a városnak hasznára válnak. Ha most itt egy iszabb birkózás indul el, amiben tényleg benne lesz mindenféle, én azt gondolom, hogy kicsit már elindult. Tehát ennek a nyomai azért már felfedezhetők. Hát akkor azt gondolom, hogy a kampányból nem lehet megjósolni egyáltalán, hogy aztán mi lesz utána. Mondjál egyetlen konkrétumot, ami a szegedi Fideszhez köthető, ami pozitívként jelent meg Szeged városában 2002 óta. Várjuk akkor egy kicsit. Árpádnak most van egy tisztsége viszont, egy programalkotó bizottságnak a vezetője. Milyen? Egy koordinátor vagyok, tehát ami a Szeged 2030-as programnak a összegyűjtése, megfelelő embereknek való átadása, visszakérése, egy szerkesztőbizottságnak átadása, tehát ez csak egy koordinátori szerep, ami ugye nyilván egy városi programról szól. Mondjuk ez lesz a ti önkormányzati programot? Ez lesz az önkormányzati program, pontosan. Tehát ez készülget nyilván, hát mikor készüljön, nem a választások előtt. Egy kicsit bezavar ez a Európa parlamenti választás nyilvánvaló, de hát ezt így kell mindenkinek, ugyanez van, tehát nem csak a Fidesznek akadály ez a nyár, hanem a többinek ugyanígy gondolom. Úgyhogy jelen pillanatban azon vagyunk, hogy ezeket a hogy fogalmazzam, pozitívumokat, amik azért megjelennek, mert ha itt veszed a kormány, és ezáltal nyilván a Fideszt értem alatta, az új uszodának az építése az tulajdonképpen egy kormányprogrami dolog, vagy most épül a multicsarnok, az is egy kormány dolog, tehát ezek azért pozitív hozadék a Szegedvárosnak, akármelyik oldalra harmadik nézők. Harmadik híd az már 30 éve mindig a... De a miniszterelnök ötször kigyűjtöttük a sajtóból. Igen, de hát ahhoz, miután ennek a részleteit sejtesején nem ismerjük, hogy ehhez a Szegedváros hogy állt hozzá, hogy jött volna össze ez, vagy hogy nem jött össze, erről nincs tudomásunk, tehát én nem mennék bele ebbe a dologba. Tehát nem hiszem, hogy arról kell beszélni most itt, hogy a másikban mi a rossz, hanem hogy mit tudunk közösen csinálni. Szükség lenne rá? Ti programotokban benne lesz. Nagy, biztos benne lesz. Jó, annyit azért szeretnék hozzátenni, itten kérdezted, hogy 2002 óta. Én is azt gondolom, hogy van néhány olyan beruházás, ami Szegednek mindenféleképpen előnyére válik, és itt a sporthoz. Mondjuk az is kormányberuhálás, tehát azért. Így van, de azt azért hozzá szeretném tenni, és ez nem fog Árpádnak jól esni, tehát egyszer már itt állampolgárként tenném hozzá, hogy azért itt Szegeden a Fidesz nem oly markáns politikai tényező. A sajtó és a nyilvánosság egyre markánsabb, a délmagyarral az élen. A Fidesz sajtója, nem a nyilvánosság. Így van. Az egyre markánsabb, de nem igazán, nem annyira markáns politikai tényező. Itt a kellemetlen az, hogy tulajdonképpen országos politikai aspektusok és országos politikai indítatású karaktergyilkosságok és mindenféle más viheti el a helyi önkormányzati választást, esetleg
tulajdonképpen olyan irányba, ami nem tükrözi a jelenlegi állapotokat. Vagy, tehát, hogy, hát nem tudom, Pár József Fidesz elnök ebben a műsorban mondta, hogy azért sem nevezték meg még a polgármester jelöltjüket, mert biztos, hogy rátámadnának, és karaktergyilkosság kísérlet lenne, és jobb, hogyha ez minél később történik. Ez mindkét oldalon megvan ez a fajta attitűd. Tehát, a Botka az ugye a polgármester jelöltünk, ezt pontosan tudja mindenki, nincs meg mind a két oldalon. Ők még nem tudják, hogy vagy lehet, hogy nincs olyan, aki elvállalná, aki többé-kevésbé egy csúcsoportban lenne. De lehet, hogy már tudják, még nem akarják nyilvánosságban. Egyébként a casting az 2002 óta tart, hát könyörgöm. Ugye ott volt a jogtörténész professzor, akkor ott volt a vállalkozó, az étterem tulajdon, a zálogházas, őt valamiért most ejtették. Aztán jött utána a népboldogító ember, a fifikás ügyvéd, és mindegyiknek kicsorbult egyébként a harci eszköze. No, beszéltünk arról, hogy beruházások, meg fejlesztések. Szegeden folyik még egy nagy fejlesztés, bár nem a városfejlesztés, ez ugye a stadionépítés, és ez most kapcsolódni fog mai harmadik utolsó témánkhoz. Látványosan támogatja a kormány a látványsportágokat. A TAO-ból, azaz az átengedett társasági adóból idén 125 milliárdhoz jutnak a labdajátékok, valamint a jégkorong. 2011-ben még csak 38 milliárdot kaszíroztak. Legtöbb persze mindig a focinak jut, aztán jön a kézilabda és a kosár, a vízilabda, a sor végén pedig a hoki és a röplabda. És akkor még nem is beszéltünk a szintén 100 milliárdos stadionépítési lázról, amelynek keretében Szeged is új foci arénát, ahogy a kormány fogalmazza, kap. Azt is sokan vitatják, hogy ezeket a 10 milliárdokat nem kellene inkább egészségügyre, oktatásra vagy a szegényekre költeni. De legalább ilyen érdekes kérdés, hogy hasznosul-e ez a mérhetetlen pénz. Ha az eredményeket nézzük, nem feltétlenül. Az elmúlt 8 évben egyik sportág teljesítménye sem javult látványosan. A legutóbbi magyar-horvát meccs kapcsán írták, hogy a rengeteg pénz miatt a klubok nincsenek rákényszerülve, hogy csak a valódi teljesítményért fizessenek. Sok-sok külföldi játékost vesznek, a tehetséges magyar fiatalok nem kapnak teret. Ez a kézilabdában a legfeltűnőbb, a sok légiós miatt a klubcsapatok sokkal eredményesebb, mint a válogatott. Ront vagy javít a pénzbőség? És hogyan lehetne hatékonyabban elkölteni? Akkor most először hozzád fordulok a kézilabdában, most van bőven forrás? Van, én most nyilván a Szegedit tudom mondani, meg az összértékre a magyar kézilabdára vonatkozó, megközelítő számot, mert nyilván teljes pontos számot nem átmódomban előkeresni, de azért pontos szám körül van ez is. A lényeget onnan kezdjük, hogy 2010-ben a kormány meghirdette, hogy a sport stratégiai ágazat lesz. És onnantól kezdve kezdték a sportot valamilyen szinten elhelyezni, és ez elsőbb a gazdasági kérdésként tekintettek erre. Két dolog miatt. A úgynevezett szponzori pénzekből támogatott egyesületek folyamatosan ezt a pénzt az első csapatra költötték zömébe, és az utánpótlás úgy el volt. Tehát a jövő az olyan másodlagos, harmadlagos kérdés volt. Amikor behozták a társasági adónak a dolgát, akkor lényegében két prioritást határoztak meg, az utánpótlás nevelést és a beruházás létesítményfejlesztést. Mert aki Magyarországon él, az látja, Szegeden él, az még jobban, hogy milyen állapotban volnak, vagy egyáltalán vannak-e sportlétesítmények, ahol kulturáltan lehet a gyereket elvinni, a fölnőttet meghívni, hogy az egészsége érdekében sportoljon, mozogjon. Na most, ha a fiataloknál, ugye a látványsport, ugye a fotball, kézi, kosár, röp, vízilabda és a jégkorong, nyilvánvaló azért, mert itt van a legnagyobb tömeg. Tehát itt tudnak legnagyobb tömeget felmutatni, és a számok mutatósak, hogy mennyi gyerek jött be 11-től, az azt mondja, most 8 éve tart ez a program, tehát ha valaki 6 éves korában elkezdte ezt a játékot annó, mert nyilván elkezdték voltak a 14 évesek is, meg a 15 évesek is, az most az a gyerek, az 14-15 éves. Tehát most ezek megszerették a sportot, csinálják,
nagy lelkesedéshez, én tudom, mert a mi egyesületünk is 450 gyerekkel foglalkozik, nem Szegeden, hanem a megyében. De aztán ennek az élsportra is meg lesz a hatása? Meg lesz az élsportra, már megvan szerintem az élsportra hatása. Az, hogy a külföldi játékosokat ide behozni, ennek semmi jelentőség. Na akkor majd erről még beszéljünk, de most akkor mi legyen előbb, a tyúk vagy a tojás? Tehát először csináljunk színvonalas sportot, és akkor majd lesznek létesítmények is, vagy csináljuk meg a létesítményeket, és akkor ettől a sport színvonala emelkedni fog. Hát nem lehet létesítmény nélkül sportot csinálni, ezt aki mondja ezt? Ugye rendben van, de azzal indítanék, hogy a Venezuela szindróma az már jelen van a magyar labdarúgásban. Tehát egy vágyott, nagyon kedves jövőbeli cég embertelen mennyiségű pénzt öntöttek bele a labdarúgásba, és semmiféle hozadéka nincs neki. És ráadásul adófizetői pénzt, amiről ugye közvetetten kérdezték meg a kedves adózókat, választásoknál különféle okok miatt a Fideszre szavaztak, és embertelen mennyiségű pénzt tesznek bele a labdarúgásba, adófizetői pénzt. Semmiféle magán nincs benne, követelmény van nincs. Benne magán, ez minimális, egészen minimális. Tehát meg lehet nézni, hogy ha a magyar játékost adnak el külföldön, és mondjuk akár szlovént, akár lengyelt, akár szlovákot, hogy azoknak mennyivel nagyobb a hozzáadott értéke, mint a magyaroké. Tehát nem tudtak kinevelni egyébként abból a borzalmas mennyiségű pénzből se semmit. Tehát amikor nincs követelmény, és csak rengeteg pénz van, abból nincsen semmi. És kicsit ellentmondok, mert a kézilabda válogatott az kudarcról kudarcra botladozik, szembe például ugye az elismerése méltó Pikkel. Hát a világ első 10 csapatok között lenni, az szeretett kudarc. De hát utoljára hát az olimpiában hol értek el olyan eredményt, ami ugye figyelemre méltó lett volna. Hát most mi a, könnyű, mert mi ennyi pénzt beletesznek, de rengeteg országban egyszerűen nincs is kézilabda sport. Hát olimpián negyedikek voltunk, kilencedikek, hetedikek voltunk világban. És az jó? Hát az első 10. Hát tudod, milyen nüanszok mutatnak arra, hogy most az nem olyan rossz, de most pillanatnyilag a klubcsapatok az erősek, mert oda megy a sok pénz. Ez így van, és külföldiek játszanak benne, nem pedig magyarok. Igen, de most kérdezem tőled, hogy ez szerinted így jó, vagy lehetne változtatni, hogy a válogatott is jobban járjon, vagy a magyarok jobban járjanak, mint a magyar játékos. Meggyőződésem, hogy ebből a TAU pénzekből ki fog jönni az a korosztály, akik később átveszik a magyar válogatottnak a dolgait, és értékesek lesznek. Csak szeretnék utalni a női junior válogatott világbajnoki címéhez, ha ez neked nem eredmény, akkor nem tudom micsoda, ami ebből jött ki, ebből az erőfeszítésekből jött ki, és az, hogy most jelen pillanatban a világon ez a trend, hogy üzlet van a sportban, tehát cégenként foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, a bajnokok ligája, a világbajnokság mint itt cég működik, és mint pénzről szól. És itt nincs olyan, hogy egy Real Madrid, hogy Barcelona meg itt elkezdjen azon ide, hogy én nekem a spanyol lesz az én csapatom. Nem. A profi vonal az mindig is, ahol a legjobbak, azokat szerezték be. Na hát abba hasonlít az első témánkhoz, hogy itt is hosszú távú a hatás, és majd meglátjuk, hogy kijön belőle valami. Sajnos lejárt a műsoridőn. Köszönjük szépen, hogy a vendégeink voltak. Nézőknek megköszönöm a figyelmet, önök a Szabad Szájt, a Szeged Televízió véleményműsorát látták, a jövő héten is jövünk, viszontlátásra.